én az igazat bevallom neked, hogy ez nagyon jó hely. Mondták, hogy adjuk otthonba, mert hogy úgy csinálsz bele semmi. Hogy mi van, ha esetleg értelmi sérült lesz, és én világosan emlékszem arra a mondatomra, hogy azt mondtam, hogy akkor ennek az egésznek semmi értelme nincs. Noha gyerek, tehát értelmi sérült. Hát, hogy furcsa, ez egy feladatot meg kellett csinálni. Elkaptalak! Gyakorlatilag 9 hónapig folyamatosan részben normál gyermekosztályon, csecsemőosztályon, illetve intenzív osztályon feküdt. 9 hónapos korában hoztuk ki. Akkor tudtam én már a korairól, sőt a születése előtt is tudtam különböző műsorokból a korairól, mint ahogy tudtam a Dévény Alapítvány létezéséről is. Tehát egy pillanatig nem volt kétséges már a kórházban tartózkodása idején sem, hogy akár a Dévény Alapítványal, akár a Korai Fejlesztő Központtal fölvesszük majd a kapcsolatot. De végül is annyira rossz állapotba hoztuk ki a Katicát, hogy egy 2-3 hónap volt, mire egyáltalán eljutottunk odáig, hogy ténylegesen fel tudtam venni a kapcsolatot Barbaráékkal. Katica úgy született, hogy 6 hónapra, 27. héten, 85 dekás születési súllyal, relatíve jó állapotban, tehát 7-8-as ábgárértékekkel, önállóan működő tüdővel, tehát gyakorlatilag minimális légzésrásegítésre volt szükség, és azt mondták az orvosok, hogy elég jó remények vannak arra vonatkozóan, hogy ő talán megúszta ezt az extrém koraszülést. Egyszer csak valahogy mindig minden elromlott a ő körülötte. Sau, igazándiból a Krisztő rendesen tud beszélni, te akcentusan beszélsz, mi pedig magyarul. Hát tudom, én is magyarul, de másképpen, mint te, mert te vagy az igaz magyar, én holland vagyok, tudom. Uha! Elkezdett nőni a fejkörfogata, tehát kialakult egy hidrokefalusz, egy vízfejűség, és innentől kezdve gyakorlatilag mi elindultunk a lejtőn. Erre van egy technika, ezt meg tudják oldani egy úgynevezett söntnek a beültetésével, ami áthidalja. Tehát, hogyha ez a sönt nyomáskülönbséget ér, ez az elzárt agykamrába kinyit, és a hasüregbe levezetődik a fölösleges agyvíz. Ez az első alkalom volt? Igen. Azt nagyon biztattak minket, úgy nézett ki, hogy ez egy sima ügy lesz. Lehetett is volna az, de sajnos állandóan elromlottak a söntök, a gyerek szervezete valamilyen nem akarta ezt a dolgot. És folyamatos söntműtétek következtek gyakorlatilag 1 hónapos korától 3 hónapos koráig, és hát közben levált a retinája is. Volt egy olyan napunk, amikor délelőtt szemműtétje volt a szemklinikán, és délután a Madarász kórházban idegsebészeti műtétje volt. Ugye az első óra reggel informatika, és ott számítógépezek, ott fönn az informatika tanárnál, uzsonnázunk, aztán kimegyünk az udvarra egy kicsit sétálni. Ez, ahol most voltunk, az volt a Barbarának, meg nekem az irodánk. És van ilyen, igen, így jó. Vagy lefordítod a olyan tortúrán ment, fizikai tortúrán keresztül, aminek az eredményeképpen pszichésen is egy nagyon rossz állapotba került, tehát már nem akart elfogadni táplálékot semmilyen formában. Hova ment a ló? Igen. Jó, de jó! Jó, tedd át a lábad, szóval emeld! Jó, visszaléptetem a lábad. Kapaszkodjál. Ki van vele? Üljél előrébb. Úgy hívnak, hogy Tamás. Ezt tudni kell, hogy az ember minden áldott nap úgy megy be a kórházba, hogy azt se tudja, hogy élve találja a gyerekét. Juhu!
Tamás, nincs itt a Tamás. Kényelföld volt a szervezetében, teljesen. Nem tudják, hogy miért. És akkor egy, hát is egy, tényleg egy orvosnak a lélekénét, hogy a helyzet felismerésén volt, hogy olvasott róla valahol, hogy ilyen létezik, és akkor valahogy vegyszerekkel visszalökögették. Egyszer elkezdett lenni. Mentünk haza, van karácsony volt, vendégségből. Fokhagymakrémleves. Fokhagymakrémleves illatát megérezte, elkezdett cuppogni, és onnantól. Kis csorot, nem, akkor egy karácsony. Mindent, ami a szájába került, egész minimális, rögtön olyan ingert váltott, hogy ötletezett, ha nem is hány, de hát volt, hogy igen, a száj közeléhez nem lehetett érni, semmivel se. És egyetlen nyert, kettőtlen nyert, másnap ötöt, nyolcat, két kanál, kenyér, tív, ez csak elkezdett enni. Get. Ügyes! Kivizsgálta a Katicát. Tehát volt egy gyógypedagógus, egy gyógytornász, egy tiflopedagógus, aki vakszempontból nézte őt, és egy pszichológus. Keresik az utat, ugye nyitottak a külföldi tapasztalat, ez bármi működhetne, mint hogy az orvosok is járnak orvoskonferenciákra, de a napi orvoslásba, amin ez lejut, ez nagyon egy hosszú idő. Na, beszélgessünk már egy kicsit. Hallod? Ha lehetne kérni egyet a sérüléseket, hogy mi szűnje meg, biztosan a látását kérnénk. Igen? Biztos. Grafikusként sem? Nem fáj az, hogy a... Nem. És tök kerek az élete. Én akkor is nyugodtan adok, amikor eljönjük. Megnyitottak egy új világot. Mi leszem 19 éves. És mit szeretnél? Hol szeretnél lakni? Milyen kutyát szeretnél? Fekete-barna. Fekete-barna kutya. És a fajtája? Nagy, kicsi? Nagy. Mi lesz a neve? Nem az a. Szerintem 10-20-szor jobban kimutatja az érzelmeit, mint egy egészséges ember, tehát akár te, vagy én, vagy anyu, vagy bárki. Először is azt mondták, hogy egészséges. Tehát ennél nagyobb pofon, mint amit kaphat az ember, hogy azt mondják a gyerekre, hogy egészséges. Aztán meg azt mondják, hogy lehet, hogy gond van vele, és utána az eredményre 3 hónapig vársz, úgyhogy nem tudod, hogy idézőjelben mi a sorsod, mi a gyereked sorsa. Az úgy gondolom, hogy borzasztó. Senkinek nem kívánom azt. Jó, szerintem még itt egy picit, nem te is. Jó, tessék, bele lehet tenni. Jó, az úgy tökéletes. Nem, mert mind a kettőket. 16. hétben nézik az AFP-t. És jelentősen más volt az eredmény normál keretek között, de jelentősen eltért a másik eredménytől, tehát az első terhességtől. És őszintén szólva, szerintem ez egy jelzőpont lehet, hogyha valaki a második terhességét viseli, nem azért, hogy így vagy úgy döntsön, hanem hogy esetlegesen felkészülhessen dolgokra. Ott van a tábor. Képességvizsgáló hivatalban. Egy kedves fejlesztő tanár mondta, hogy hát van egy nagyon jó hely, nézzük meg, ő úgy gondolja, hogy a Gabi oda is való. Lánya meg a feleség. Mikor ide kerültem, nagyon össze voltunk törve. És ők azért egy nagyon erős hátteret biztosítottak. Itt van, nézd csak! Tedd bele a dobozba és csukd le a dobozt. Tedd bele az autót. Ó, hát várjál! Hát ne csukd be előtte! Akkor igyekeztünk segíteni, hogy hogyan legyen az anya, az olyan módon anya, hogy ne azt érezze, hogy neki mindenáron fejleszteni kell, arra meg van más, hanem hogy milyen ötleteket tudunk ahhoz adni, hogy az otthoni családi élet attól függetlenül, hogy nagyon nagy változás az, ami történt,
az mégis élhető legyen, és hogy megtalálhasson mindenki a saját új szülői szeretét. Itt tanult meg kommunikálni, itt találkozott először társasággal. Itt tette meg szinte az első lépést, hiszen az, hogy mi 9 hónapos kora óta járunk, ez azt jelentett, hogy ő 2 évesen talpra állt, és elindult. Nagyon sok ilyen kisgyerek nem képes csak 3, 4 vagy 5, 6 évesen, és sajnos van olyan, aki még akkor sem tudott talpra állni. Vannak barátai? Van. Anna. Uh-huh. Ez egy lány. Szép? Igen. Kedves? Kedves nagyon. Egy osztályban jársz Annával? Igen. Igen? És egymás mellett is ültök? Igen. Együtt vagyunk már. Uh-huh. Vagy nálunk, igen. Vendégségben? És mit csináltak? Üvöltöttem annól. Egyő voltunk, közösszére haladunk. Kettesben voltatok. Jó? Most rágod. Engem megerősített a korai. Egyrészt abban, hogy tudok valamit tenni azért, hogy a gyerekem ne maradjon örökre fekve. Tudok tenni valamit azért, hogy normálisan élhessen. Ping-pong. Akkor is a ping-pong. Elég sokszor én viszem iskolába, hozom el az iskolából. Néha megyünk sportolni, edzésre viszem. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jó. Akkor Gábor, akkor ő bemegy középre. A Dömer is ott itt nagyon egyedül van. Passzolgatunk egymásnak úgy, hogy a Gábor ne tudja elkapni a labdát. Jó? Jó! Fúfolták. Mondhatni bántották, nem bántották, tehát nem úgy kell érteni, de hát azért csak kötözködtek, csak tehát elrúgták a labdát. Én úgy jöttem, hogy mostanában az emberek is sokkal kedvesebben, meg jobban viszonyulnak minden sérült gyerekhez, tehát arrébb áll, odafigyel rájuk. Tehát kiskoromban többször emlékszem, hogy volt belőle vita ott a És akkor mindig megvédted a Gabi? Hát általában én is ott voltam, ugye akkor még kisebbek voltunk, akkor anyaik is, tehát volt belőle ilyen nagyobb perpatval is. Képen. A Down-szindrómában számomra az a legnehezebb, hogy soha nem engedhettem el a gyereket. És azért nem engedhettem el a gyereket, mert borzasztó naív. Hello! Ez az igazi Gabi. Ez itt. Itt volt az első olyan hely, ahol úgy éreztem, hogy ez egy ilyen biztonságos. Tehát itt hihetek. Nem sok emlékem van, de tudom, hogy sokat segített. Én szakmailag azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtem ebbe a kapcsolatba. Az első időszak ez olyan volt, hogy mint hogyha úgy emlékszem el, mint hogyha láttam volna egy filmet, vagy tehát valószínűleg önkívületlenül, vagy nem tudom, automatikusan csináltam a dolgokat, amiket mondtak. Vagy akkor, amikor születik egy sérült gyerek, annyira leblokkol az ember agya, meg a párkapcsolata, meg a férfiak még nehezebben tudják ezt az egészet feldolgozni, elviselni, sok esetben elmenekülnek. Egy anya nem teszi, nem én vagyok a hős, hanem általában úgy gondolom, az anyák azért ösztönösen jobban ott vannak. Ahogy ez... Mit akar ez a nő?
koraszülött volt, és nehezen született meg, és akkor oxigénhiányból volt egy agyvérzése, amíg jöttek a problémák sorra, a vércsere, mert besárgult kétszer, és... Jaj, meg tudod, az a szemtapasztásodra nagyon emlékszem. Most így, ahogy ezt kérdeztem most a Krisztián. Mondja. Lányos, ide tedd bele! Én a kapcsolatra emlékszem, tehát a nagyjára emlékszem, ahogy ott a szobát betöltötte, vagy ahogy nagyon egység voltak a Krisztivel. Hol van a kulcs? Hol van a kulcs? Nádja, nézd meg jól, hol van a kulcs? Hol van a kulcs? Hol a kulcs? Hol a kulcs? Nagyon jó volt megélni nekem szakemberként, de a barátságunk is a mai napig erről szól, hogy ilyen nagyon elég speciálisan őszintén kommunikálunk egymással. Tehát abban az őszinteségben nem biztos, hogy mindenki ezt elbírná, hogy mindig benne volt az is, hogy most a Kriszti, amit leírt, hogy ilyen sok pozitív élmény volt a koraival, de azért annak idején úgy éltem meg, hogy egy csomó állandóan nekem is kételyeket támasztott, hogy valóban amit csinálunk, azt jól csináljuk. Tedd bele a falikát, ide nézd csak, ide tedd bele. Így nézd csak, Nágyus. Sosem olyan munkahely volt szerintem, hogy bejöttünk itt, letudtuk az órákat, aztán hazamentünk, tehát azok a családok szerintem mindig az ember fejében vannak, akikkel éppen foglalkozik, és azt mindenhova visszük magunkat. Összeismerkedtek egy olyan szülővel, aki már túlesett ezen. Az a találkozás, ez nagyon sokat számított. Nagyon jól működik az, hogy blogolnak egymással olyan anyukák. Otthon vannak, amúgy se tudnak kimozdulni, ez egy nagy probléma. Tehát én játszótérre se jártam a Nágyával. Oda jöttek, rögtön megkérdezték, mennyi idős. De miért? Hogyha ennyi idős, akkor miért nem csinálja ezt? Miért nem csak gyűlöltem? Amióta én egyedül közlekedem, azóta egészen szerencsésen alakulnak a dolgaim, tehát nincsenek ezek a félelmeim, hogy jaj, most meglöknek. Uh-huh. És na és hát meglöknek mondjuk egy kicsit, mert mondjuk tömegközlekedés van, hát ez van, hát ez benne van a pakliba. Hello. Egyedül kimegyek, villamosra szállok és bemegyek, mert a Moszkva térre elvisz engem a villamos, és onnan be tudok sétálni. Tényleg nincs ez a kipiszkezd belőle? Van például olyan barátnőm, akivel van, hogy együtt tanulok, és akkor így mind a kettőnknek jobban sikerülnek a dolgok. Mindenki. Azon gondolkodom sokat, hogy ugye negyedik után, hogy hát mihez kezdjek, és mindenképp valami olyan szintű dolgot szeretnék csinálni, amivel segítek másoknak, de tényleg, tehát, hogy, mert az egy nagyon jó dolog, amikor mondjuk látni egy kisgyerek arcán, hogy mit tudom én, valamit meg tudod csinálni, ami azelőtt nem ment neki, meg akármi. Hogy pont ugyanígy ilyen sérültséggel élő emberekkel szeretnék foglalkozni, és ezen gondolkodom nagyon sokat, meg így szeretek emberekkel lenni. Életvitelszerűen együtt élni egy ilyen gyermekkel, az nem olyan nagyon furcsa, vagy nem olyan különleges. Pont a 2 éves születése napján kaptuk a diagnózist, ami ilyen. Tehát persze, de terítékből villámcsapásként ért bennünket. Viszonylag hamar lehetett látni az eredményeket is. És hát az első évben minden bizonnyal el lehetett róla mondani, hogy ő az ideális harmadik. Csöndes volt, nyugis volt, csak akkor sírt, ha enni kért, mosolygott a világra, és nagyon jól elfoglalta magát egyedül. Mm-hmm.
nagynéni jött föl rájuk vigyázni valamennyi időre, akkor már a negyedik is meg volt Annácskánk. Ő akkor egy ilyen pár hónapos vagy fél éves forma lehetett, és amikor megérkeztünk mi, illetve neked mondta néhány nappal később, hogy ő úgy gondolja, hogy Bálinttal, igen, valahova valakinek meg kéne őt mutatni, mert hogy a fél éves kis húgával, az Annácskával sokkal inkább kapcsolatot tudott teremteni, mint a majdnem két éves Bálinttal. Nem, nagyon érdekesen fogalmazott, azt mondta, hogy úgy érzi, hogy a gyerek mint egy eszközként használja őt, és nincs egy ilyen igazi kapcsolat. Nem tud kapcsolatot teremteni vele. Sehol máshol nem erősítették meg azt, hogy itt az autizmusnak szerepe lenne, vagy a meggyőződésük szerint a gyermek viselkedésében. Azért egyre erőteljesebb lett bennünk a felismerés. Elolvastam, amit a koraisoktól kaptunk, diagnózist, így megdöbbentem, hitetlenkedve ráztam a fejem, hogy nem, ez nem az én gyermekem, és onnantól kezdve elkezdtem figyelni. És akkor azt vettem észre, hogy tényleg ez a gyermek hogy nézi magát a tükörbe, tehát nem úgy, mint ahogy megszoktuk egy gyermektől, és hogy egyre inkább így láthatóvá váltak az én számomra is a furcsaságai, az időszakban tudom, ez a minden számba. Mi a baj? Nem tetszik neki? Nem tudom. Nézd, Bábi, az ott Bálint. Ülj le és nézd, ez te vagy, pocok. Tehát a koraiban ott megvolt a diagnózis, ezt le kell nyelni, de utána itt ezt és ezt tudjuk felajánlani. Két kocsit. Jó, igen, ügyes voltál. Itt vannak a kockák. Az nyilvánvaló volt, hogy ez a süketség történet, ez egy mellékvágány, tehát az egyértelmű, valóban szelektív hallása van a gyereknek, mint ahogy az autistáknak egyébként van szelektív hallása, illetve az, hogy ő nem reagál valamire, nem jelenti azt, hogy ő nem érzékeli. Most bevetjük a varázs buborékot. Igen. Jó? A varázsbuborékot bevetjük. A tamazsola. Bennem kialakult az, hogy egy jó irányba vagyunk, megkapjuk a megfelelő segítséget, és végül is, ahogy növekedett Bálint, ott is, hát az egy nagy ajándék volt, hogy pont akkor indult itt az óvoda. Tehát ő egy viszonylag könnyű eset volt, tehát azért egy viszonylag együttműködő, nem voltak ilyen nagyon extrém dolgai, és általában őt így hogy mondjam, könnyű volt szeretni pedagógus, meg fejlesztői oldalról is, tehát így jól beleilleszkedett az itteni kis csoportban is. Akkor is úgy nagyon szeretett nézelődni, meg szemlélődni, mint most. Ő a strukturáltan szabad idővel nehezen tud mit kezdeni. Tehát alapvetően ez a bizonyos unatkozás, az neki nem megy. Tehát ő önállóan nem kezd el valamivel foglalni. Vannak azért, tehát bizonyos dolgok most, mit tudom én, kirakósozik. De megyünk aztán kis vízre, ugye? És engem? Hát ő azért továbbra is a nem beszélő kategória, tehát ez azt jelenti, hogy egy csökkentett létszámú vagy számú szótára van, nem tudom, 50, maximum 100 szóra tehető, amiket ért, illetve amiket adekváltan használ, és az már egy nagy dolog nála, hogy adekváltan használ, tehát hogy célnak megfelelően, és ő maga is tudja az adott szavaknak a jelentését. Elég muzikális, tehát ez nyilvánvaló, hogy ez a zenei dolgok azok érdeklik, sokat énekel, meg az érzelmi viszonyulásait is általában ilyen különböző énekekkel. Dallamokkal fejezik. Az a kezdetől fogva is nyilvánvaló volt, és ezt senki nem rejtette véka alá, hogy azért az annak elég nagy az esélye, hogy ő élete végéig valamilyen módon gondoskodásra vagy felügyeletre szorul, tehát ő nem lesz egy feltétlenül olyan önellátó valaki, aki mondjuk fogyatékos, de azért önálló életre képes. Mm.
ez az iskola, ez nagyon sok jót ad neki, tehát az, hogy megint csak van egy struktúrája az életének, ott is másokkal kell együttműködni, tehát rengeteg olyan játék van, ahol ő neki meg kell szólítani mást, vagy vissza feladathelyzetek. Az egyik örömünk az az, hogy mondjuk az Autizmus Alapítvány 18 éves koráig ebbe az iskola rendszerű ellátásban tud ott működni, megfejlődni. Elvileg ott van további felnőtt csoport is, meg azért most már azért ez az intézményi hálózat is kezd valamennyire kialakulni. Nekünk nagyon nagy segítség volt, tényleg onnantól kezdve, hogy Bálintról kiderült ez az autizmus, az, hogy tényleg így mindent megkaptunk, ami szükséges tudásként, megfejlesztésként ahhoz, hogy belőle a legtöbbet ki lehessen hozni. Tehát ez a korai fejlesztőközpont, ez egy nagyon nagy segítség volt. Hasonlóképpen az autizmus alapítvány, ahova iskolába járhat. Hát lehet, hogy, igen, hogy alaptalan az optimizmusunk, de tényleg ilyen jó történetek vannak a hátunk mögött. Nagyon sajnálom, hogy nem előbb kerültünk ide. Nagyon izgalmas helyzet az, amikor egy ikerpárnak az egyik tagjával találkozunk, mert ilyenkor igazából nagyon nehéz egy személynek fogalmazni. Ákos, emlékszel a dolgára? Nem. Arra emlékszem, hogy elég nehéz volt becserkészni. Mindig több szakember volt benne, több felnőtt, amiből hát ugye kettő játszópartnernek próbálta magát álcázni, a gyógytornász, meg én, és a doktor ült a székben, a Bodmarival vizsgáltuk Ákost. És akkor úgy, ez mindig úgy van, hogy akkor van egy ilyen cserkészési időszak, és hát Ákosnál ez nem volt egyszerű. És aztán később a fejlesztések során sem volt mindig könnyű őt azzal megkínálni, amit én szerettem volna. Már annak is nagyon örültünk, hogyha ő talált az én szobámban olyan eszközöket, amivel szívesen játszott. Úgyhogy gyors stratégiaváltás következett be a vizsgáton, és már úgy döntöttünk, hogy megnézik, hogy ő mivel kezd foglalkozni. És akkor mi abból építkeztünk tovább, és ez később is így maradt. Jaj, de aranyos! Ilyen, az te vagy. Azt nézd meg, mi nem volt szemüveges? De édes pofa! Azaz! Beleghez reményes! Tedve! Ezeket is tedve! Én egy televízió társaságnál dolgoztam, mint műsorvezető, és a TV részéről és a kórház vezetősége részéről is nyílt utat kaptunk arra, hogy én felvegyem a gyerekeim születését. És a kórház is engedélyt adott rá meg a televízió, és hogy abból egy vágott részt leadjanak az akkori televízióban. És ugyebár mi bementünk egy kamerával forgatni, és így, ahogy van, azért nekünk ez az anyag mai napig megvan, ott állok egy mondjuk 15 kilóval könnyebben, meghatódva, és akkor látom ám, hogy én kérdezem is, most ő mozgatják, fürdetik a két gyereket, és mondom, hogy ez a gyerek miért ilyen piros, és a másik miért nem. Tehát én akkor már ott helyben láttam, hogy az Ákos sokkal pirosabb, mint a Bálint, tehát ilyen vörös volt az egész gyerek, és mondták, hogy hát ez itt a szülésnél előfordul, és aztán jelentett, hogy csak az egyik gyerekemet kaptam meg a Bálintot, ugye, hát Szilvinek volt elég baj a szegényemnek, ott szétvágott hassal, ugye már, és a másikkal azonnal elszaladtak. Igazándiból a kórházból úgy kaptuk ki, illetve úgy jöttünk el, hogy hát van valami, de semmi konkrétum, hogy most akkor konkrétan már mi lenne a feladatom, hogy hova vigyem, hogy ilyen-olyan fejlesztések, tehát erre semmi támpontot nem kaptunk. Sőt, ahogy fejlődtek a gyerekeim, ugye egymás mellett az ikrek, 5-6-7-8 hónaposak voltak, és egyre volt nagyobb lett a különbség. És úgy kérdeztem a gyerekorvost, hogy hát az eszik, alszik, más nem csinál, a másik meg már jár. Hogy hát nagy a különbség a gyerekek között. Az egyik így fejlődik, a másik úgy. Ott a Maci. Ott a Maci. Ákos, csukd be a könyvet és add ide nekem. Csukd be a könyvet és add ide nekem. Csukd be és add ide nekem. Azaz. Ott a Peszi, ő kérdezte. Ne. Mindezen? Apa zenét. Apa zenét. Apa zenét.
Helyes. Apa zenéjét én is nagyon szeretem. És te tudsz is valami játszani? Ja. Ne? Csak hallgatod? Ja. Nálunk sajnos az történt, hogy az az orvos, aki először volt a mi körzeti gyerekorvosunk, szerintem a mai napig se tud semmit erről a dologról, vagy nagyon keveset. Igen. Szia. Induljunk jobban, nem minden gyerekorvos nem tudja kezdettől fogva, hogy egy ilyen gyerekkel mit kell tenni. Mert ugye Szilvi mondja, hogy hát egy éves korában szólt a gyerekorvos, de azért, mert akkor gyerekorvost váltottunk. Ez egy fontos kérdés, ugye már? Tehát, hogyha az a gyerekorvosunk lett volna, aki előtte is volt, akkor az Ákos lehet, hogy most még sokkal rosszabb állapotban lenne, mint amilyenben most van. Mert ugye most már, hogy 20 éves ugye a korai fejlesztés, most már azért ez sokkal komolyabb és nyíltabb utat kapott a mai magyar társadalomban. Tehát, hogyha azt mondják, hogy egy ilyen gyerek, mondjuk, mint az Ákos, 5 hónapos koráig megkapja azokat a fajta kezeléseket, ami masszázsal és satöbbivel jár együtt, akkor lehet, hogy most a gyerekünk most itt ül, lehet, hogy kis bohókás lenne, de mondjuk lehet, hogy sokkal jobban beszélne, tegyük fel. Számomra soha nem volt semmiféle törés, vagy tehát én soha nem azon gondolkodtam, hogy jaj, most milyen rossz, hanem inkább az, hogy mi a következő lépés, hova megy. Mert járt bölcsödébe, járt óvodába, járt iskolába. Együtt jártak bölcsödébe például a két gyerek. Tehát én sose azon gondolkodtam, vagy nyuglöttem, hogy most milyen rossz nekem, hogy ő van, hanem az, hogy mi a következő lépés, és mi az, amit meg kell oldanom. Aj, Az ő zenei ízlése az szerintem egy etalon. Azért, mert ő annyira romlatlanul áll az ilyen kérdésekkel szemben, hogy ő neki alapjával ő tisztán tudja megítélni azt, hogy mi az, ami számára szép és jó, és mi az, hogy számára nem szép és nem jó. Most ezt hallgattátok, igen, mielőtt eljött. A Kárlók szerintem valami... Várj egy picit már. Én elmegyek. Nagyon régi jó megállt hallgattunk most otthon, és ezt énekli most. Az volt annak idején a megbeszélésünk tárgya, hogy ha már fiú, mert először csak azt tudtuk, hogy akkor nem lány fiú, és akkor igen, ha már fiú, akkor legyen egy olyan, de már idősebbek talán, de lehet, hogy a fiatalabbik is emlékeznek rá. Ma a fiú akkor legyen egy olyan, mint a Zsebtévi adásából, az a Tóth Bálint. Az a bunyós Bálint. És ezért is neveztük el a Bálintot Bálintnak. De azt nem tudjuk, hogy egy hakapeszi makit is kapunk. Igen. Hakapeszi. Igen. Rusevát hallottuk az imént. Szia! Yeah.